Elbeszélő világok, ahol életre kell a bölcsesség. Egy nap hatalmas vihar kerekedett a tengerparton. Amikor a vihar lecsendesedett és a tenger megnyugodott, a partot beborította rengeteg tengeri csillag, akik haldokoltak. Sok ember csak állt és bámulta az eseményeket. Viszont a tömegből kivált egy kisfiú, levette a cipőjét és a zokniát, majd a vízpartra futott. Megfogott egy csillagot és a vízbe dobta. Aztán megfogott még egyet és azt is visszadobta. Miután ezt többször megismételte, egy férfi odaszólt neki. Hadd felkőjök, az összeset úgysem tudod megmenteni. De legalább néhánynak megváltoztatom a sorsát, mondta a kisfiú. Ekkor a férfi elgondolkodott, levette a cipőjét és az okniát, lement a partra ő is, és elkezdte visszadobálni a tengeri csillagokat. Ezután lejött még két ember, és ugyanezt tették. Néhány perc múlva már 50-en voltak, aztán 100-an, 200-an, 1000-en, akik mind a csillagokat dobálták vissza a vízbe. Így mindegyik megmenekült. Ahhoz, hogy egy reménytelen helyzetet megváltoztassunk, nem varázslatra van szükség. Csak el kell kezdened. Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő történetről.